A most induló tanévben a köznevelés valamennyi résztvevője térítésmentesen jut a kiadványokhoz. A szülők ingyen kapják a tankönyveket a korábbi évekhez hasonlóan. Az első napon hát sokkal többen jöttek, mondhatnám azt, hogy roham volt. Nagy örömmel vették kezükbe a gyerekek az új tankönyveket, munkafüzeteket, főleg a kis elsősök és a alsó tagozatos tanulók, de örültek a felsősök is, nézegették, lapozgatták és vitték haza a szülők, befedik, készülnek a tanévre. A városunkban az általános iskolák és a középiskolák diákjai is megkezdték tanulmányaikat. Átveszik a tankönyveket, még a mai nap szerintem be is fedjük. Ehhez már mindent megvásároltunk, a füzeteket is, a írószereket is, tehát igazából már több éve csináljuk, úgyhogy ezt már rutinból tudjuk, hogy mi kell ehhez a tanévhez is. Kellemes 8-at. Hát már augusztus közepe tájt elkezdtük beszerezni, összeírogatták a gyerekek a szükséges tanszereket, amik hiányoznak, pótolni kell, és azokat már bevásároltuk javarészét. Most a tankönyvekért eljöttünk, és ezután még a maradékot még elmegyünk és beszerezzük. Használjátok egészséget. Köszönöm szépen. Ez az utolsó hét volt nagyon pörgős, ugye most már megvásároltuk a füzeteket, minden tanszert befettük, most jöttünk a könyvekért, úgyhogy hát az utolsó nap ez még arról fog szólni, hogy könyvfedés, földcímkézés, egy pici készülés még a matematikára, és hát aztán megindul a negyedik osztály. A pontos statisztikai adatok a létszámokra vonatkozóan csak októbertől lesznek elérhetőek. Az oktatási intézmények tájékoztatása szerint mindenhol zökkenőmentesen indult a tanév. A tankönyvek időben megérkeztek az iskolákba, amelyeket a diákok már át is vettek.